Szóval volt egy nagyon szép hosszú alcímem, hogy alapvető fogalmak és valamilyen keretek, de azt azért vágtam aztán le, mert ez egy folyamatban levő kutatás. És arra gondoltam, hogy akkor inkább bemutatnám a létező eredményeimet, mint sem, hogy halálra mutassam a közönséget, olyasfajta annyi fogalom volt már itt szerintem, hogy az már teljesen felesleges, úgyhogy a kutatási eredmények eddigi bemutatása következne azzal a megszorítással, hogy ez egy folyamatban levő munka lenne. A kutatások éppen abból indul, hogy mi hova, hát amiket minden az Alabán Péter, meg az előadó Németh György, meg hát az előző vitában is már érintettünk, hogy mi is történt ezzel azokkal a fókuszálók, akik a reindustrializációval jöttek létre, egészen konkrétan a multinacionális vállalatok szakmunkás elitjére. Hát ezt már elitnek nevezhetjük, ugyanis itt azért hadd említsek, azt majd inkább megemlítem a következő évben. Tehát ez lenne a struktúrám, és az a megfigyelés sen alapulna a kutatás, amit egyébként Tóth András és Krajcár István kutattak ki, vagy figyeltek meg, hogy ez a réteg fogékony a jobboldali populizmusra, ha szabad így fogalmaznunk. Hát nem pártokban, mert ne gondolkodjunk, mert a pártok is megváltoztak, tehát hogy egyszerűen csak a jobboldali populizmusra. És hát azt nézte, ez lett volna a kiinduló pont, hogy milyen okai lehetnek annak, hogy ez a jobban fizetett, tehát mindenképpen a lecsúszott rétegekhez képest egy mindenképpen jobb helyzetben levő, sőt azt mondhatnánk, hogy egyetemi oktatókhoz képest is viszonylag jó helyzetben levő munkások milyen okok miatt hajlanak a jobboldali populizmusra. Ez lenne egy kis hátterem. Ugye a Kádár korszakban ez eléggé közismert, hogy hivatalos ideológia volt, amit elhangzott már, hogy a munkásság ugye a rendszer rendszer uralkodó osztálya, illetve a kommunista párt a munkásosztály nevében uralkodik. Volt ehhez csatlakozott az a leegyszerűsítve három központi tétel, hogy a munkásosztály az homogén. Ez nagyon fontos, hogy homogén, mert ugye Maluk Tibor is rámutatott, hogy ez mennyire nem volt igaz a magyar munkásságra valójában. Forradalmi tudatú, ez is nagyon fontos volt. Hát ez 56-ban megmutatkozott, de nem erre gondoltak egyébként. És hát támogatják az állampártot. És én a 60-as év, az előző kutatásaim alapján arra következtesen jutottam, hogy ebben volt is valami, tehát a Kádárék tényleg komolyan vették a munkáspolitikát, amit megpróbáltak az életszínvonal politikával hát helyettesíteni. Mindazonáltal már akkor is volt, igen, ez volt, amit itt elmondtam, és akik már akkor is voltak, akik ezzel nem értettek egyet, ez a szakirodalomból, hát Haraszti Miklós nevét talán ismerik a idősebb kollégák, főleg itt a nagyon idősekre gondolok. Ugye ő egy a 60-as években, amikor nagyon sok minden történik, hogy megkérdőjelezi ezt a rendszer ideológiát, de még a rendszer keretein belül. Tehát nem az az érdekes ezeknek a kutatóknak, főleg a Harasztinak, de ez Kemény Istvánra is igaz egyébként, hogy nem ott támadják a rendszert, hogy nem eléggé kapitalista, hanem pont azt kérik számon, hogy a munkásság valójában nem uralkodó osztály, valójában milyen is a munkásság. Tehát ideológiai konstrukciót próbálnak meg tapasztalati, empirikus adatokkal helyettesíteni. Haraszti Miklós az egy végül ellenzéki értelmiség, akkor még szélsőbalos, aki végül büntetésből kerül gyári munkára, és ebből megír egy könyvet, amiben az amellett érvel, hogy tulajdonképpen a munkások épp olyan kizsákmányolva érzik magukat a szocializmusban, mint a kapitalizmusban. Ebből nagyon nagy botrány lesz, le is tartóztatják, de ez most tulajdonképpen nem annyira érdekes nekünk, mint inkább azt akartam itt kihangsúlyozni, hogy ezek a kutatások még tulajdonképpen baloldalról bírálják a rendszer. Tehát azt kérik számon, hogy a munkásság miért nem uralkodó, vagy miért nem igaz az, amit a párt elmond róluk. Kemény István is egy érdekes figura, ő nagyon sok empirikus kutatást végez, és megkérdőjelezi azt, vagy megállapítja, hogy a magyar munkásosztály az tulajdonképpen nem homogén, nagyon is heterogén, belsőleg rétegzett, és akkor itt a szakképzettség, tanultság, családi háttér, a városvidék ellentét, nagyon fontos, hogy fővárosvidék ellentét, és a nemi, tehát a férfi-női kategória is azon már szerepet játszik. A Héti és a Makó, ők viszont az ipari szociológiából indulnak, és hát nekik az lesz a nagyon fontos tézisük, hogy ők tovább mennén ezen a Kemény István féle vonalon, hogy az úgynevezett
hát kulcspozícióban levő munkásoknak nagyobb, van érdekérvényesítő ereje, és ezek rá tudják bírni a mérnököket is tulajdonképpen a terv megváltozására is akár. Tehát olyan nyomást tudnak kifejteni annak érdekében, hogy a terv működjön. Ez nagyon leegyszerűsítve, de ez volt egyik fő. Tehát van informális béralkú az államszocializmusban, ez volt az egyik fő kutatásuk. És végül van Boravoj, akit a 80-as években, akkor rendszer, ez mutatja a rendszer bomlását, oda beengednek egy a Lenin kohászati művekbe engedik bekutatni, és nagyon érdekes, amit ott megállapít, mert ugyanis ő már reflektál arra, hogy tulajdonképpen a munkások már akkor a hivatalos legitimációs ideológia eddigra már érvényét veszíti a munkások körében is, amit azzal tudunk alátámasztani, hogy a munkások kitartóan fogadják ezt az amerikai professzort, hogy mennyit keresnek az amerikai munkások, de abszolút nem merül fel, hogy közben van egészségügy, van oktatás, tehát ilyen szociális létes teljesítmények. A rendszer szociális eredményei semmiféle szerepet nem játszanak ebben a gondolkodásban. Ez, nézzük, hát mi a munkásság ma? Én elkezdtem mondani a multinacionális vállalatok és a hazai tulajdonú kisvállalkozások, vagy kis- és középvállalkozások közötti különbséget. Ezt nagyon régen, még 2004-ben, ha jól emlékszem, Szalai Erzsébet megfogalmazza, amiben felrajzol egy kettős struktúrát, hogy tulajdonképpen a multinacionális tőke által generált munkahelyek, azok a kulcspozícióban levő munkások, míg ellenben ezek a hazai kis- és középvállalkozások, ezek a kiszolgáltatottabbak, alacsonyabban fizetettek, kizsákmányoltabbak, a szabad ilyen csúnyán fogalmaznom. És hát itt van egy szép definíció, aki ezt elfogadja, az jó, aki meg lehet vele vitatkozni, nem azt mondom, hogy csak hogy ez legalább egy definíció. És ami meg az én itek is önreklám következik, tehát az én kutatásaim azt állapították meg tulajdonképpen a 89-ig a munkásság egyre jobban elfordul ettől a forradalmi, úgynevezett forradalmi ideológiától, és egyre inkább egy fogyasztói tudat felé mozdulnak el. Ez egy keletnémet magyar kutatás volt, de a keletnémet szállít most talán kevésbé érdekes. És hát lényegében ez előzi meg az államszocialista összeomlást, hogy a munkások nagyon nagy reményekkel, ugye Talabán Péter említett a tranzitológiát, hát itt nagyon nagy remények vannak. Tehát például a győri, van kis ellenzéki lap térkép, az nagy kérdést intéz a munkásokhoz, hogy jöjjenek-e vissza, hogy higgyük-e vissza a kapitalistákat. És akkor erre vannak ilyen vélemények, nem tudom, kik írják, lehet, hogy az ellenzékiek, mindegy, hogy persze azonnal jöjjön a kapitalista, mert akkor lesz megint munka, lesz osztrák életszínvonal, lesz német életszínvonal, és a többi, és a többi. Tehát a tranzitológia az azokon a reményeken alapul, hogy tulajdonképpen ha már nem sikerült a szocializmussal utolérni a nyugat-európai életszínvonalat, akkor majd a kapitalizmussal sikerülni fog. És ez nagyon sokáig dominálja az emberek gondolkodását. Később az Európai Uniós tagság volt egy ilyen remény, hogy ha majd akkor felcsatlakozunk a nyugati életszínvonalhoz. És hát tulajdonképpen mi is történik a rendszerváltás utáni munkássággal, én átfogó művet nem nagyon ismerek a témakörben. Ez a koordinátákon kívül is tulajdonképpen ez egy nagy interjús kutatása volt Szalai Erzsébetnek, és ráfókuszált a 25-40 éves korosztályra, tehát a fiatal, akik a rendszerváltás környékén voltak, vagy nagyon fiatalok, vagy az időtájt születtek, és hát ő azt próbálta meg vizsgálni, hogy tulajdonképpen mit is jelentett a rendszerváltás ezeknek az embereknek, társadalmi csoportok szerint, tehát nem csak úgy, hogy ömlesztve, hanem hogy különböző munkásoknak, aki az a definíció alapján munkásoknak. És ő végül is nagyon sok érdekességet megállapított, hogy mi vonzza az embereket a szélső jobbra, a radikális jobb oldalra ez így jobban tetszik. És hát ezen a nyomon próbáltam meg én is elindulni egy kicsit, a radikális jobb oldal és a munkásság. Kiemelem még Fejsnit Margit nevét, aki elég korán elkezd foglalkozni ezzel a jobboldali populizmussal, és ő két nagy, tehát tulajdonképpen leegyszerűsítve arról van szó, hogy amit itt elhangzott már Németh Györgyi előadásában, hogy új identitások kellenek, hogy lényegében az egykori munkás identitás az teljesen, hát az osztály identitás, a szabad így fogalmazom, teljesen diszkreditálódik és hitelét veszti. Tehát senki nem áll fel azzal, hogy ő proletár, vagy bérmunkás, vagy nem tudom mi, hanem helyette kell egy új identitás. Mi lehet ez az új identitás, vagy hát tulajdonképpen nacionalizmus, tehát én nem munkás vagyok, hanem magyar vagyok. És ebből már fogad egy fogékonyság a jobboldali radikalizmusra, vagy populizmusra. És Fest Margotnak ez a nevével fémjelzett kötetben, ez egy kulturantropológiai elemzés, ő ezeket tárta fel, tehát főleg a nemzeti múlt sérelme, ugye a Trianon, és nagyon erős antiroma, vagy anti
hát roma ellenes, szabad így, roma ellenes előítéletek vagy, vagy mindenképpen egy beállítódás. És hát itt jön a nemzeti érzés, az önbecsülés szimbolikus erőforrása, amikor más nem áll egy társadalmi csoport rendelkezésére. Ez szerintem egy nagyon fontos megállapítás volt. És ha egy kicsit kitekintünk Kelet-Európára, akkor azt látjuk, hogy a munkások iránt sokáig, mondjuk úgy, hogy nincs érdeklődés, még a nyugati, szóval ez a Kidekkel, akit hivatkozott Alabán Péter, ő már később jön, tehát ő, és hát ő meg is írja, hogy őt mennyire hülyének tartják tulajdonképpen, hogy egy ilyen témával foglalkozik. Mégis van egy szerző, aki karriert csinál ezzel a jobboldali populizmussal, ez David Ost, aki a szolidaritás győzelme előtt jósolja meg, hogy az egykori baloldalinak kinevezett szociálisnak tartott munkásság, vagy baloldali szavazónak tartott munkásság már rég nem az, hanem valójában ők a jobboldal felé, vagy szélső radikális jobboldal felé fognak elmozdulni. És ezt pont akkor írta meg, amikor a Kaczyński nagy első áttörést aratott, és hát ez nagy siker lett ez a könyv. Ő ezt azzal magyarázta, nagyon leegyszerűsítem, hogy a szolidaritás elárulta a munkásokat, és a neoliberális gazdasági elit mellé állt, és ezért, valamint a vezető értelmiség, és ezért a munkások azzal büntetik ezt az értelmiséget, meg az egész neoliberális elitet, hogy a jobboldali populista pártokra szavaznak. Kalb és Halmai a másik két szerzőnk. Ők viszont arra lyukadnak, hogy egy sokszor elhangzott a dezintegráció, a szétesés, tehát hogy ezeknek a szétesett közösségeknek a helyébe egy új közösséget állít az a jobboldali radikális populizmus, ami a sikerét annak köszönheti, hogy a globalizáció, neoliberális kapitalizmus lerombolja a hagyományos munkás közösségeket. Ugyanis ezt nyugaton is megfigyelték, hogy a klasszikus munkás körzetekben van egy elfordulás a baloldaltól a jobboldal felé. És akkor hát én azt próbáltuk meg itt Tóth Andrással közösen megnézni, csak itt most az ő nevele maradt, ez hiányérzetet kell, de azért mégis. De ezek az előzmények, ezek saját kutatás termékei, hogy mi teszi a munkásokat fogékonnyá ezekre a jobboldali ideológiákra. Tehát mi okozza tulajdonképpen még azoknak a körében is, akik pedig nem úgy vesztesek, mint a rendszerváltás egyéb vesztesei, mi okozza azt, hogy ők is inkább elmennek a jobboldali populizmus felé. Interjúkkal próbálkoztunk, itt azért megemlítem módszertani nehézségként, hogy a multinacionális váltakozó, aki már próbált ezt kutatni, az tudja, hogy nagyon-nagyon nehéz beférkőzni a kegyeikbe, olyannyira, hogy egyáltalán nem támogatják az ilyen kutatásokat. És itt hadd emeljem ki, hogy míg a Rábánál igaz, hogy akkor még ez még az átmeneti időszak volt, amikor még éppen privatizálták, de még megmaradtak a régi, tehát ez a félszocialista működés, abszolút beengedtek és nem támogatták a kutatásomat, addig ezek a multinacionális vállalatok ezek nem lelkesek igazából a kutatás támogatására, tehát borzasztóan nehéz megszólítani ezeket az embereket. Mert hogyha a vezetés nem támogatja, akkor ők nyilván nem vesznek részt a kutatásban. Tehát a következőket lehetett itt megállapítani, és itt visszautalok Szalai Erzsébet kutatására. Míg az idősebb generáció körében is voltak kétségtelenül például roma ellenes érzelmek, de ezeket nem nagyon adtak ennek hangot. Tehát ez valahogy tabusítva volt. Tehát még akkor is, ha ők valójában úgy érezték, hogy a cigányok így, meg úgy, meg amúgy, ezt igazából nem mondták azért így ki. Ebben a kutatásban nagyon-nagyon hangsúlyos volt ez a cigányozás. És hát azért persze nyilván majd voltak, akik jöttek. Egyébként ez érdekes megfigyelni, ezt elhangzott a kötetben mutatón, hogy van egy mozgás, tehát míg a nyugat Magyarországról mennek ki nyugatra, addig Kelet-Magyarországra jönnek be a Nyugat-Magyarországra, és ők azokkal a tapasztalatokkal a fényében mondták, hogy hát Miskolcon ők látták, hogy viselkednek ezek a romák, és hát akkor erre alapozzák az előítéleteket, tehát tulajdonképpen egyfajta kulturális rasszizmus teljesen megfigyelhető volt, aminek hangot is adtak. Tehát nem érezték úgy, hogy ez valahogy nem komilfó, vagy ha szabad ilyen csúnyán fogalmazza. És volt egy másik nagy különbség. Míg a régebbi, az idősebbek, azok ott van egy kitapintható a kádár nosztalgia. Tehát, hogy régen ez volt, régen volt gyárunk, volt munkánk, és mondom, hogy Nyugat-Magyarországon interjúztam, ahol még aránylag a legjobb a helyzet, Győrben konkrétan. Tehát régen volt munkánk, régen volt
be tudtuk engedni magunknak, ugye ez a kis Kádár korszaknak az életszínvonal politikája, ugye ez a 2000-es évek elejére teljesen elveszett. Úgy is hívtam, hogy a hagyatlás narratívái. És tehát megjelenik a Kádár osztag. Ezeknél a fiataloknál már nem. Tehát úgy is meséli el a történetét, hát most az mindegy, hogy mi volt az igazság, de ő azt úgy meséli el, hogy megáll a fekete autó, hát most gondolhatjuk, hogy sokan nem álltak meg náluk, szóval akkor tehát amit feltehetően a médiából vesznek, meg esetleg az órákon tanulják. Tehát, hogy ezek nem nagyon lehetnek saját emlékek, mert nem akarok nagyon ronda lenni, de hát feltehetően ezekben a családokban azért. Mondjuk az igaz, hogy a kollektivizálás az nagyon nagy trauma volt az ember a régióban, tehát családi trauma, de valójában még azt az elhangzik, hogy anyámnak még mást jelentett a Kádár korszak, de nekem ez már így csapódik le. Tehát igazából azt akarom ezzel mondani, hogy a baloldalban egy nagyon nagy csalódás, a baloldali értékektől való, a régi baloldaltól való elfordulás jellemzi ezeket az embereket. És mit teszi őket nyitottá tulajdonképpen? Az egyik ezek az előítéletek, amiket itt elhangzottak. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy ők is érzékelik, természetesen érzékelik azt a különbséget, ami kelet és nyugat között van. Tehát hiába ő a magyarokhoz képest, vagy a KKV-khez képest nem kizsákmányolt, sőt jó helyzetben van, a németekhez képest már kizsákmányolt. És erre van egy reflexió. És hát ez ugye, itt van például egy jó kis idézet ezzel. Tehát azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen baloldali kritikákat fogalmaznak meg, de ez nem megy át a baloldali, semmiféle új baloldali támogatásba, hanem ez bele csatornázódik, vagy bele már mindjárt végeztünk is, 3 perc, jó. Szóval ez itt van egy szép idézet, itt van egy másik idézet Magyarország félperifériás helyzetéről. Ez is egy jó pofa idézet itt szerintem, de... Tehát összeadódik a etnikai ellen, vagy lehetett etnikai előítéletek, összeadódnak a Magyarország félperifériás helyzetéből fakadó elégedetlenség, és a régi baloldalból való teljes kiábrándulás, ezek szerintem mind szerepet játszanak. A rendszerváltásban való csalódottság nagyon fontos elem. Tehát bármennyire is, valahogy ez is mondták, hogy nem volt rendszerváltás, mert valójában a régi elitek maradtak, vagy valami ilyesmi volt az érvelés szó. Igen, hát ez megint érdekes, a szakszeret az kommunista zsidó, tehát hogy ez itt tényleg ilyen vicces. És akkor szegény magyarázta, hogy őróla is azt hiszik, hogy zsidó, mert ő szakszereti vezető, pedig hát ő egyáltalán nagy katolikus. Tehát volt egy ilyen... És akkor hát a román ellenességből meg rengeteget lehet idézni, szóval teljesen sokat. És következtetések most már eljutott. Tehát a kommunizmus kriminalizálása, modern osztályalapú kizsákmányolás elmélet helyett etnicizált elégedetlenség, egyszerű, hát primitív, de hát egyszerű fogalmi és kulturális kódok a munkás resszentiment kezelésére, és hát ez a, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az is nagyon erős volt, hogy tény és való, hogy megjelenik egy nagyon erős liberalizmus ellenség. Tehát a liberálisok jelentek meg, mint a rendszerváltás fő haszonélvezői, mint azok, akik élősködtek a munkásokon, és hát félrevitték a magyar fejlődést. És hadd zárjam azzal, itt van egy irodalom, és hadd zárjam azzal az előadást, hogy tehát míg a 2002-es kutatásból is az derül ki, hogy hiába van egy akkor még meglevő Kádár nosztalgia, azért már megjelennek azok a gondolatok, hogy tulajdonképpen itt egy erős nemzeti vezetőnek, egy karizmatikus vezetőnek kell fellépnie, aki hát rendet tesz majd a világban, és megvédi a magyar ipart, és ilyesmik. Addig ez szerintem még tovább ment, tehát azt merném mondani, hogy ez az etnicizált típusú etnonacionalista gondolkodás, ez tulajdonképpen komilfóvá vált, tehát ezzel szárnám az előadást. Köszönöm szépen!